szeretettel köszöntök mindenkit itt a Molnár Cépán Műterem Múzeumban. Örülök, hogy teli van ez a terem. A hagyományainak megfelelően ilyen esetre mindig azt szoktuk felkínálni, hogy aki most érkezik a másik terembe, a tavasz terembe, egy kicsit ilyen kávéházosan rendeztük be egyébként is azt a termet, ott vannak az asztalok, lehet közben leülni, fogyasztani, és úgy hallgatni mindazt, ami ebben a teremben történik. És nagyon szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő vendégeinket. Hát akkor Cellán Elit mutatom be először, noha ő nem hivatalos felszólalója ennek az estének, de a Megyesi Ferenc kiállításon igazából nagyon jól összebarátkoztunk, és kedves jó barátja Megyesi Ferencnek élő tanulja még annak a különleges művészvilágnak. És akkor mennék sorba, Boros Csabát szeretném bemutatni, ő Batonya polgármestere, ugye Batonya és Budapest között feszül ki ez az élet, az a 87 esztendő, amelyet Molnár Cépán megélt és megalkotott azzal a különleges és nagyon-nagyon sokoldalú életművel, ami most itt van körülöttünk a falon. És édesanyám, nagyapám halála után azokat a képeket, amelyek most a Batonyai Műterem emlékházban látható, azokat ő oda ajándékozta, és a két kiállítás tulajdonképpen ugyanabban az évben nyílt. És a képeink javarésze, amik most itt vannak, pedig Szűcs Györgynek köszönhetők. Ő pedig a Magyar Nemzeti Galéria megbízott főigazgatója, a Szép Művészeti Múzeum főigazgató helyettese. A Nemzeti Galériának az anyaga az, ami most sokak számára, akik régi kedves törzsvendégeink, szintén sok-sok újdonságot rejt, hiszen a Nemzeti Galéria hosszú-hosszú ideje esetleg a nagy közönség számára nem látható remek műveiből van itt egy nagyon szép válogatás, úgy festményekben, mint grafikákban, úgyhogy ezt is nagyon szépen köszönjük. És szeretném bemutatni Barabás Rihárd urat is, ő pedig Újbuda kulturális alpolgármestere, az az alpolgármester, aki a kultúráért felel, ugye így kell pontosan mondani, és akkor hadd mutassak bennünk valakit, aki szintén nagyon fontos. Pácai János szeretném bemutatni, Pácai Pálnak a fiát, és ez már régi hagyományunk, hogy mi a családi hagyaték gondozók együtt működünk. Ugye az előző kiállításunkon is Abba Novák Vilmos unokája, Szőnyi István unokája volt itt, beszélgettünk velük, utaztunk, kirándultunk velük, eljutottunk Zebegénybe, és nagyon köszöntünk Kingát és Pétert és a Zebegényi Szőnyi Múzeum képviseletében. Hát Jánostól kaptuk itt a pácai anyagokat, úgyhogy az ő édesapja és az én nagypapám nagyszerű művésztársak voltak, barátok, szobatársak a Római Magyar Akadémián, amikor megnyílt 1928-ban, és így érkeztünk el a legfiatalabb vendégünkhöz, ő pedig Bozsoki Sólyom Pál, nagyszerű fiatal csellista, biztos érdemes lesz ezt a nevet megjegyezni, gondolom, a jövőre nézve. A befogadó kerület képviseletében szeretném kérni Barabás Rihárd urat, aki Újbuda kultúráért felelős alpolgármestere, hogy köszöntse a jelenlévők között. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket. Az a helyzet, hogy logikailag nagyon sok mindent tudunk racionalizálni, és struktúrába foglalni, és rendszerezni, és ez fontos dolog is. Ez kell, hiszen a meglévő tudásra tudjuk építeni a jövőt, amifelé közösen megyünk, de az a helyzet, hogy az új dolgok, amik még nem hatottak ránk, amiket még eddig nem ismertünk, azok csak akkor tudnak belénk épülni, hogyha kellően nyitott elmével, és barátságos és bizalommal teli szívvel fordulunk feléjük. És ezt mind azért mondom, mert én túl keveset tudok még Molnár Cépán életéről és munkájáról. Valamennyit már igen, de még mindig túlságosan keveset, és ezért nagyon-nagyon hálatelcívvel, hogyha szabad ezt a kifejezést mondanom, vagyok most itt Újbuda önkormányzatának képviseletében. És annak különösen örülök, hogy velem szemben az Ikarosz kép áll, mégpedig azért, mert amikor először találkoztunk és
kinyitottam azt a tájékoztató füzetet, amiben Molnár C. Pál legfontosabb, vagy fontos művének egy válogatása szerepelt, talán ez a fontos kifejezés, akkor ugyanígy megragadta a fantáziámat az a kép, és ha jól emlékszem, az fogott meg nagyon-nagyon benne, hogy a szárny a zuhanás közben leválik a zuhanó alakról, de mégsem esik darabjaira. És valahogy azon gondolkozom, hogy ez mit jelenthet, és egyáltalán mit jelenthet ez a furcsa forma, amiben zuhan. Biztos több a jelentése van, amit nem ismerek, de valahogy az a képzetem van, hogy a nem tudás iránti felrepülés, a kísérletező kedv és a kudarc az elengedhetetlen része mindannyiunk számára a tudás tapasztalatok bővelkedésének. Én nagyon köszönöm, hogy ebben a felrepülésben és kísérletben és tanulásban önök partnereink. Kívánok önöknek nagyon sok élménygazdag befogadást, és azt kívánom, hogy találják meg a saját szárnyaikat. És köszönöm, hogy itt lettek. Az a könyv, amiben ez szerepel, amit ajándékoztunk, annak az a címe, hogy Batonyától Budapestig. Úgyhogy én szeretném is felkérni Boros Csabát, aki Batonya polgármestere, és hát eljöttek jó messziről ide a hölgyekkel. Nagyon köszönjük a látogatást, hiszen ez az országnak a Bihar sarkának is a sarka a Batonya. Viszont mi nagyon szeretünk oda lejárni, és hát egy különleges élmény mindig, hogyha ott lehetünk. Abból a délalföldi kisvárosból érkeztünk, ahonnan Molnár C. Pál életútja elindult. Batonya méltán büszke szülöttjére, és a kapcsolatra, amely összeköti őt, és az életművét ápoló, gondozó családtagjait Batonyával. Nagy adomány számunkra, hogy a városunk megkapta örököseitől azt a lehetőséget, hogy működhethetjük a Molnár C. Pál emlékházat benne a mester festményeivel és grafikáival. Molnár C. Pál portrészobra, a Szent Háromság katolikus templom oltárképe, a templom mennyezeti szekkói és számtalan festmény relief. A katolikus közösségi házban felelhetők életrajzi vonatkozású dokumentumok is. Jó magam, régebb óta a vőfékedem, mint polgármesterkedem Batonyán. Éppen ezért, mikor az esküvő alkalmával a katolikus esküvő, tehát a templomi esküvő történik, akkor ugye a vőfének annyi dolga van, hogy leül a padba, és hallgatom Bajnai Beke István kanonok úr szavait, amint a párhoz beszél, esketi őket, és a mennyezetet nézem, és tényleg azok az alkotások, amik fenn vannak, olyan gondolatot ébresztenek az emberben, hogy ez egy másik világba rögzíti azt, aki nézi. Terveink szerint a Batonyára érkezők megpillanthatják majd azokat a táblákat, melyekről azonnal megtudhatják, hogy Molnár C. Pál szülővárosába érkeztek. Ezzel a gesztussal is szeretnék tiszteletünket és megbecsülésünket a mester család tagjai felé kifejezni. Megköszönjük Péternek és családjának az együttműködés lehetőségét és azt a szíves barátságot, amivel minket fogad. És szeretnénk átadni egy kis ajándékot Batonya város önkormányzata nevében, melyet a körünkben lévő Bóka Gulyás Nóra készített. Kívánjuk, hogy ez az alkotás jelképezze azt a közös utat, melyen együtt elindultunk veletek. Kérlek, fogadjátok tőlük szeretettel. Köszönöm szépen. Thank you.
mi feladatunk talán az lehet itt a művészet történet felé, hogy kiegészítsük azokat a művészeti tudományos kutatásokat, azokat a különleges következtetéseket, amihez egy művészettörténész szakember szükséges, azzal, amit a család ismer. Tehát, hogy milyen ember volt a művész, amit azt gondolom, hogy ha őszinte művészről van szó, az nyilván átüt az ő képein, és hát ezért fontos mindig egy kicsit a művészt, mint embert is megközelíteni. Nagyon örülök, hogy itt van most a három nemzedék, ugye? Igen. A Pácai családból, hiszen Jánost elkísérte a felesége is, örülünk neki, elkísérte a két fia, Ádám és Péter, és még unoka is képviseli a következő nemzedékeket. Bocsánat, itt van négy generáció, hát Pácai Pál is itt van. Így van. Köszönöm szépen, így van, köszönöm András, igen. Weinger András is szeretnénk bemutatni, akinek az édesapja építészként nagyszerű dolgokat készített egyen, sok közös munkájuk van Pácai Pállal, úgyhogy köszönöm, András. Uh-huh. És akkor a János csak egy rövid szót, egy mondatot, akkor csak egy kis, hogy mondjam, mint amikor a... benne a menübe. Ez nem volt benne. Hát egyrészt köszönöm neked, hogy ez megrendeződött, tehát végül is te hívtál meg bennünket erre a kiállításra. Feleségemmel együtt. Ami, igen, Évával van együtt, igen. Aminek ugye az a címe, hogy képek, szobrok, eszmények. Hogy ezek az a képek, meg a szobrok jelen vannak. Az eszmények azok, amik igazából összekötötték ezt a két embert, akiknek a barátsága, hogyha mától számítom vissza, akkor körülbelül 100 évvel ezelőtt kezdődött, és végül is tartott egy életen keresztül. Sokféleképpen lehet elemezni mind a kettőjüknek a művészetét. Erre én nem vagyok hivatott, de nálam sokkal hivatottabbak vannak, akár jelen is, és majd meg el fog hangzani erre vonatkozóan is szöveg. Én, amit eszményképpen kettőjük között párhuzamot feltétlenül is talán mondhatnám első látásra is a szobrok és a képek nézése során eszembe jut megemlíteni, az, hogy mind a kettőjüknek az volt a célja és a tevékenység értelme is, hogy a szépet ábrázolják, hogy azt ábrázolják, azt mutassák meg az életből, a világból, ami szép. És én azt hiszem, hogy ez sikerült, úgyhogy ennek örülhetünk mindannyian, és önök is örüljenek ennek. Köszönöm szépen! Az igazi megnyitó beszédet szeretnénk akkor most hallgatni Szűcs György, a Szép Művészeti Múzeum megbízott főigazgató helyettese, de inkább mint nagyszerű művészettörténész, aki ennek a kornak kitűnő ismerője, és számomra mindig az a különleges, amikor így Gyurival beszélgethetek, hogy egy olyan emberrel találkozom, aki folyamatában látja mondjuk a 20. századi magyar művészetet, mert én ugye csak egy kis szeletet látok, amit nagyon szeretek, és ölelek magamhoz, de hogy te el tudod helyezni ezt az egész nagy folyamban, ami a 20. századi magyar művészet, és ez szerintem egy hatalmas kincs, úgyhogy hát nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérést, és akkor már adom is a mikrofont. Köszönöm szépen. Én jobban szerettem volna megmutatni a másik terembe tartani, mert ilyen fajsúlyos zenék, a történelem, a Biblia, az univerzum dimenzió között az ember úgy érzi, hogy egy kicsit összeroppan. Tehát én javasolnám, hogy a hangulat az maradjon ugyanaz, mint ott szemben a műteremi találkozónál, ahol fiatal diákok kötetlen formában néznek képeket és beszélgetnek a művészetről. Nyilván egy olyan kiállítás, ami mindig hálás, ahol egy festő és egy szobrász szerepel, ne adj Isten, még közeli baráti kapcsolatban is vannak, azon belül pedig az a fajta klasszikus eszményekre, ideákra való törekvés, ami jól megfigyelhető,
a különböző festői és plasztikai megformáláson még össze is köti őket. Nyilván vannak azok a vaskos szálak, vagy a művészettörténeti kézikönyvekben megírt nagyobb vonulatok, ahol besorolják a múltban is, jelenben is, tulajdonképpen egyszerűsítve az egyes életpályákat, különböző művészcsoportokhoz való, stílusokhoz való tartozás révén. Ilyen formán általában az átlag embernek Molnár Cépáról és Pácai Páról az 1928-ban induló római ösztöndíjas program jut eszébe. Itt egy kis karikatúrán látható Gerebes Tibor művészettörténész, aki mint egy gazdája vagy iskolaigazgatója volt ennek a társaságnak, és az első csapatban Szőnyi István, Jeges Ernő és mások mellett Pácai Pál és Molnár C. Pál is Rómában okulhatott az itáliai művészet, illetve az antik kincsek szépségei. Az ő életpályájuk nem itt kezdődik, hiába ez egy ilyen pályakezdő ösztöndíjnak tűnik, hiszen mind a kettőjüknek már volt előéletük, hiszen az 1890-es évek elején születtek, tehát igazából már a világháború alatt eszmélkedő fejjel működhettek. És ugye tudjuk, hogy Molnár C. Pál a képzőművészeti főiskola után 18-tól 22-ig Svájcban, illetve Párizsban képezte magát, nagyon sokat másolt a Louvre-ban, tehát igazából az ő egyetemeinek második szakasza ez a külföldi út és a franciás kultúra, a franciás műveltség magába szippantását jelentette. Pácai egy másik vonalon indult, rövid ideig ő is a képzőművészeti főiskolába belekóstolt, Nagybányára is eljutott, és nagyon hamar Kassák Lajos ma folyóiratának, tehát az avantgardista folyóiratának köréhez tartozott, és az első vagy egyik első kiállítását a fiatalon elhunyt Bohacsa Kede festővel Kassák rendezte neki 1917-ben, és ez a kör, az a hit, hogy a társadalmi megújulás, ugye gondoljunk arra, hogy még nincs tanácsköztársaság, illetve a művészeti megújulás, az új embertípus kimunkálása még megvolt mindannyiukba, és ilyen módon nem véletlen, hogy 1919-ben Pácai Pál, Medgyessy Ferenc és másokkal együtt szerepet vállal az új felsőoktatásban, a fiatal tehetségek felkarolásában, tehát a képzőművészeti direktóriumnak lesz a tagja, 18-ban még Kecskeméten találjuk. Ugye Kecskemét az részben Nagybányából kivált művésztelep, de a 10-es években egy nagyon radikális, izgalmas, pezsgő, kísérletező életnek lehet a szemtanúja, hiszen nem csak Iványi Grünwald Béla és Perlőr Csaba Vilmos működnek ott, hanem Kassák Lajos és Újsz Béla is megtalálható, tehát egy sokkal szélesebb, a modernizmusnak egy sokkal szélesebb spektruma valósul meg Kecskeméte. Ugye mindig besoroljuk a művészeket, hogy hát igen, Pácai Pál, Molnár C. Pál római iskolás, ugye ezt sokszor szoktuk pontosítani, hiszen annyiféle fajta stílusban dolgoztak a római ösztöndíjasok, hogy igazából talán csak a Gerevics fejében létező főirány, a politikailag is hasznosítható főirány miatt nevezték őket római iskolásoknak. De például mind Molnár C. Pál, mind Pácai Pál tagja volt az 1924-ben alakult képzőművészek új társaságának, a Vaszary János által vezetésével indított, mondjuk így, hogy a legkülönbözőbb kísérletező műfajokat befogadó társaságnak, de például Pácai Pál az 1920-ban alakult Szinyei Társaságnak is tagja volt, ahol Szinyei Pál halála után a művészetbarátok, és mondjuk így, hogy ezt a fajta plener, impressionisztikus festészetet, művészetet folytatni akaró művészek, illetve műbarátok, műgyűjtők megalapították a társaságot. Ugyanakkor Pácait ott találjuk a 30-as években az úgynevezett Gresham kávéház asztalánál is, ahol egy kicsit a római ösztöndíjasok, az itáliai inspirációjú, klasszicizáló festészet, a biblikus történelmi festészetet is nagy kedvel művelőkkel ellentétben,
Gresham körnél, ugye Bernát Auriel, Szőnyi István és társaik azt a fajta hangulati festészetet, hogy tetszik posztnagybányai festészetet próbálták követni, amely az egyre kifinomultabb a művészet önmagáért valóságát hirdeti, és nem akar semmiféle történetet elmondani, és nem akar semmiféle történeti vagy politikai üzenetet hordozni. Nem véletlen, hogy Bernát Auriel szépen és irodalmi igénnyel megírt emlékezés köteteiben a múzsa körülben fölidézi azokat a Gresham körhöz tartozó pályatársakat, akiket ő megismert, és akikkel közös munkájuk, közös életük volt, és Pálcai Párról is egy nagyon szép futamot tesz, és Vas megyei Szókratésznek nevezi, annak a derű, szívesen beszélgető, vitatkozó embernek az embertípusával, akit ő egy mediterrán pannon karakternek nevez, és ez talán egy kicsit az ő derűs, mármint Pálcai lelki alkatára is vonatkozik. Ugye hát, ha sétálunk Budapesten, akkor azért Pálcaitól a Dunaparton a dunai szél hölgy alakját a korzón megláthatjuk, vagy Székesfehérvár arról a művészettörténészek és nyilván a turisták is az 1939-ben avatott Huszár emlékművet szokták emlegetni, ami szakít azzal a barokkos jelenetekkel teletűzdelt első világháborús emlékmű típuson egy mértéktartó és a klasszikus eszményekhez kapcsolódó világ alakul ki. Ugye a két terem is egy picit ezen a kiállításon, most visszatérve Molnár C. Párra, kétféle világot képvisel. Egyrészt a nő alakokban a szentség, Mária képei, a különböző bibliai jelenetek mellett ott vannak a klasszikus alakokká formált, időtlenített, de mégiscsak a valóságból kiemelt nő alakok, illetve tudjuk róla, hogy zseniális, virtuóz plakátrajzoló, grafikus volt, újságrajzolóként nagyon sok műve, könyvillusztrátorként nagyon sok műve ismert, és ilyen módon a hétköznapi, a modern élet nőjének megtestesítője egy nagyon szép ívet lehetne húzni az eszményi nő alakig, vagy tulajdonképpen a már testetlen női eszményig. Nagyon érdekes, hogy ezt a kettős világot 1937-ben a Frenkel szalombeli kiállítása kapcsán Kállai Ernő is felfigyelte erre, Kállai Ernő művészettörténész, és rákérdez tulajdonképpen, hogy hogy is van ez a vallásos és az érzéki aktoknak az egyformán hiteles és tökéletes ábrázolási lehetősége, mert általában a hétköznapi ember vagy-vagy ott feltételez. Azt írja a katalógusba Kállai Ernő. Úgy tűnik, hogy a modern világ nem csak a szeszes italok, de a szellemi narkotikumok keverésében is szereti a fanyarul édes és az áthatóan simogató diszonanciákat. És a korszakban el is fogadták Molnár C. Páltól, hogy tulajdonképpen minden műfajban, minden témában rutinosan és virtuóz módon tudja ezeket képviselni. Péter nyilván azokat a láthatatlan szálakat, illetve az egy-egy képpel kapcsolatos háttértörténeteket, amit ugye a művészet történészek is szívesen hallgatnak. Én mondjuk talán csak annyit ragadnék ki, hogy hogyan függ össze ez a jelenkori világ, a modern nő, a modern életérzés megjelenítése, és mondjuk egy Madonna ábrázolás. A másik terem, vagy a középső teremben látható az úgynevezett Pulóveres Madonna című kép, amit 1930-ban festett, és ajándékképpen Megyeri Sári, a Néma filmek sztárja, több tucat filmen szerepel, későbbi írónő, aki Saci von Blondel néven is publikált verseket, illetve már ilyen néven szerepelt a film, hogy jobban be lehessen vinni a köztudatban egy ilyen névvel, és 1980-ban a Magyar Nemzeti Galéria tőle kapta ajándékba külföldről, tehát azóta van a Nemzeti Galéria tulajdonában. Saci von Blondelnek csak a Fényre vigyázz című első verseskötetét Molnár C. Pál illusztrálta, aminek címlapján az a Szerelem című képnek az egymásba folyó férfinő alakja, ennek egy variációja jelenik meg, és magában a verseskötet
életben is nagyon sok olyan visszatérő típust találunk, amit egy-egy önálló grafikán is megfigyelhetünk, de tulajdonképpen megemlíthetjük a 29-ben megjelent Kosztolányi Dezső féle kis novella vagy portréfüzért, ahol Alakok a címe, ahol a társadalom legkülönböző foglalkozásait és figuráit sorakoztatja fel nagyon frappánsan, és mindegyik elé Molnár C. Pál rajzolt egy szintúgy szellemes és játékos formát. Ugye a két életpályának az összekapcsolódása nem csak a római iskolás vagy római ösztöndíjas indulással, hanem például az első bemutatkozásuk a Nemzeti Szalonban 31-ben volt, természetesen mind a ketten szerepeltek, de olyan nagy közös munkákban is megtalálhatjuk munkáikat egymás közelében, mint például a Városmajori templom, ahol Molnár C. Pál egy Szent Imre oltárt festett, Pácai Pálnak pedig apostol szobrai vannak, de hát a legismertebb és legszámon tartottabb munka az 1937-es Párizsi Világirányítás Magyar Pavilonja, ahol ugye egy városmajori templomhoz hasonló modern templomot imitált maga a pavilon, és ennek a bejáratánál volt Pácainak a 4,5 méter magas Szent István szobra, és belül pedig úgymond a szentélyben a magyar feltámadás végül is ugye a Trianon utáni elszáradt fa csongból kinővő kis ágacska és irató asszonyok hangulatában a Szent Istváni Magyarország együttesét nagyon szépen hozták, és hát természetesen az egyik vagy másik főmű, abban Novák Vilmosnak a Francia-Magyar Kapcsolatok című hatalmas pannója volt, ami Székesfehérváron látható. Ugye hosszú életpálya, mind a ketten 80 fölötti éveket éltek meg, tehát kellőképpen belekóstolhattak az 1945 utáni életbe is. Nyilván azzal, hogy Bernát Aurél, Szőnyi, Pácai közreműködött például 1942-ben a Magyar Történelmi Emlékbizottságban, Szegfű Gyula volt az elnök, népírók közül Kovács Imre szerepelt benne, aláírták a proklamációt, és végül is ez egy március 15-i 1848-49-re emlékező mozgalomként indult, de természetesen németellenes és háborúellenes tüntetésé fajult, és valószínű ennek köszönhetően, hogy Pácai Bernát Aurél Szőnyi 45 után a képzőművészeti főiskola tanára is lettek, sőt egy időben Pácai Pál a Kultuszminisztérium képzőművészeti osztályát, illetve államtitkári szinten az ezzel kapcsolatos ügyeket intézte. Molnár C. Pál talán a túlzott egyházi megbízások miatt, vagy a további kapcsolódások miatt alkatilag is talán kevésbé volt alkalmas, nem is akart a közéletben részt venni, ugyanakkor az egyházi megbízások folytatódtak, és azért az 50-es évektől, ha nem is a Műcsarnokban, de a Csók István képtárban számos kiállítása volt, és 1974-ben pedig az Ernst Múzeumban azért egy nagy átfogó kiállítás is megrendezésre került. Most itt kellene befejeznem, de nem állom meg, hogy néhány képre azért ne hívjam még föl a figyelmet, hiszen azon kívül, hogy stílusokat, az itáliai kapcsolódásokat, a modern nőtípust is megfigyelhetjük, nagyon sok olyan apróság van, amit a tüzetesebb szemlélő először nem vesz észre. Amikor itt voltam megnézni a kész kiállítást, akkor mindenképpen néztem, hogy van-e rajta ember. És nagyon sok képen megvan az a fajta leselkedő, a szemtanú, vagy krónikás, vagy az éppen ott elhaladó figura, hogy fölhívjam a figyelmet a menekülés Egyiptomba, ott egy figura kinéz az ablakon, hogy mik vannak, mik történnek itt, tehát teljesen egy ilyen hétköznapi hangulat, miközben stílusában tökéletesen alkalmazkodik a trecsentó festészetnek az elnagyolt képeihez. Ugye egy másik, az még kevésbé látszik a Vénasszonyok című képen, ahol ugye elvonja a figyelmünket ez a furcsa emberi kéreg vagy lenyomat, ami alatt azért mégiscsak tapintható emberi testet látunk. Háttérben az ablakban egy nő éppen vetkőzik vagy öltözik, tehát egy érdekes pandantját adja a másik teremben látható vetkőző nőnek. Vagy szintén, ugye itt a romokat bemutató képen, ahol nagyon érdekesen tulajdonképpen a történelmi idő és a jelen idő összekapcsolódását valósítja meg, mert ezeken a képeken élő embereket is látunk,
látunk az elmúltaknak az árnyait vagy emlékeit, ugyanakkor olyan képi idézeteket is, mint ott középen az a könyöklő szobor, ami nem más, mint az Alvo Ariadne a Vatikáni Múzeumból, és akkor át lehet rögtön kötni Giorgio de Chirico szürreális metafizikus festészetére, aki nagyon gyakran idézetként egy-egy város főterén ezt a szobrot idézi. Tehát egy csomó ilyen történetet ki lehet bogarászni kultúrtörténeti, művészettörténeti szemmel, egy csomó háttértörténetet meg lehet tudni Pétertől, és én azt gondolom, hogy ez az emlékév és a Molnár C. Pálra emlékező kiállítás sok sorozata mindenképpen megfelelően és szerintem tervek szerint alakult, és akkor erre csak annyit tudok mondani, mint az önarcképen írja, hál' Isten! Talán csak egyetlen, hát hadd legyen akkor ez egy vallomásszerű mondat így a végén. Ez a Csak a fényre vigyázz című verses kötet, amikor mi összeházasodtunk az évvel a feleségemmel, akkor azt mondtuk, hogy legyen ez a mi életünknek a mottója, ez a mondat. Úgyhogy örülök, ha időnként visszatér ez a mondat. Nagyon szépen köszönöm. És akkor hát nagyon köszönöm mindenkinek a hangulatot emelő és hát ezt az egész országot ide varázsoló hozzászólását Richárdnak, Csabának, Jánosnak és Gyurinak is. És akkor lezárásképpen hadd kérjem meg Palit újra, hogy fejezzük be a zenével.